Gyerekek és anyukák jogázhattak együtt vasárnap az első Halász családi sportpikniken. Edzések, aerobik, közös táncolás, személyedzés, futóedzés várt a többek között a mozogni vágyókat a Halász Parkban. Hagyományőrzéssel indultak el ezek a városrészi piknikek, kimondottan sport, az egészséges életmód a gyerekekről szól. Itt a Halászban is egy olyan adott terület van, ami teljes lakosságot ki tud szolgálni. Bárki bármi sporttal megnyilvánulhat. Ez a rendezvény is olyanokat mutat be a fiatalságnak, vagy éppen egy idősebbnek, amit könnyen tudnak sportolni. Fontosak ezek a közösséget építő rendezvények, hiszen az emberek ilyenkor tapasztalják meg, hogy mekkora ereje van a közösségnek. Mivel vasárnap a család napja, így a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ úgy szervezte meg a sportpikniket, hogy minden korosztály megtalálhatta a neki való programelemet. Gondolunk a kicsiktől a nagyokig mindenkire. Próbáljuk úgy megszervezni, hogy a család összes tagja együtt tudja tölteni akár a délelőttet, vagy akár a délutánt, a kicsik és a nagyok is. És mondjuk, amíg anya jógázik, addig apa a fiúknak a triálos biciklis bemutatót tudja tanulmányozni, kipróbálni, és akár a legkisebbek a nagymamával játszóterezhetnek is. A rendezvényen Túróci Rékával lehetett együtt edzeni, a sportinfluencer Iron Mom néven vált ismerté a közösségi médiában. Az edzőtől a kezdő futók kaphattak tanácsokat, mint mondjam, a legfontosabb, hogy az elejétől változatosan fussunk. Fokozatosan kell elkezdeni, nem szabad túlterhelni magunkat. Először jó heti kétszer futás sétával indítani. Az első fő cél az legyen mindig az, hogy le tudok futni 30 percet. Nem kell erősen, csak megállás nélkül, és ezt úgy lehet legkönnyebben elérni, hogyha ebben a 30 percben először beleteszek sétákat, érzés szerint, és ezek a séták egyre rövidülnek. És hogyha az ember ezt a 30 perces folyamatos futást elérni, az egy első nagyon-nagyon jó etap. És onnantól lehet már építkezni, vagy távot növelni, vagy tempót növelni, és azt az edzések változatosságával utána már lehet heti háromszor. A sportpiknikre látványos bemutatóval érkeztek a Triál Sportegyesület tagjai, és a nap folyamán ki is próbálhatták a bicikli sportágat az érdeklődők. Hatállomásos akadálypálya is várta a gyerekeket, akik a Eurobungee trambulinon is ugrálhattak.